Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Budapest Televízió nézőit. Zoltán vagyok, eljöttem önökhöz ma este, hogy megválaszoljam az ön kérdését, és megoldást találjunk az ön problémájára. Én jó helyen fekszem, megnézed nekem? Meg ilyen. Most felcsigáztál ezzel teljes mértékben, tehát tündéring van. Jó helyen van-e az ágy? Nagyon izgalmas. Na nézzük csak, hogy jó helyen van-e az az ágy. Bár én erre azt szoktam mondani, hogy az enyém abszolút nem, mert mondjuk egy elegáns szállodában lenne a legjobb helyem. Igen, nincsen ezzel baj. Egyáltalán nincs ezzel baj neked, ez tökéletes. Nagyszerű, ennek nagyon örülök. Nincs jó helyem, mert itt lehetne, és milyen jót tudnál rajta aludni. De hát én most nem aludni jöttem, tehát én most kérdésekre jöttem válaszolni. Örülök, hogy jó helyem van, mert nagyon pici a hálószobám, tehát nem nagyon tudnám mozgatni, és jó nagy ágyam van, tehát szeretem a nagy ágyat. És most innentől kezdve egy darabig nem is fogok beszélni, mert arra fogok koncentrálni, hogy önnek küldjem az energiát még jobban, még hatásosabban. Tehát ugye védő energiát kapott tőlem mindenki a mai adásban, aki koncentrált és figyelt rám. Tehát védő energiát kapott mindenki, aki most figyelt és koncentrált rám. Tehát ugye ez a védő energia, ez egy nagyon-nagyon különleges energia, amely megvéd önt attól, tehát a nevébe is benne van, hogy védő energia, és megvéd önt attól, hogy a negatív események nagy számban betaláljanak az ön életébe, és meg tudja akadályozni azt, hogy minél kevesebb, minél minimálisabb negatív hatás érje önt itt a 2009-es év március-áprilisában. Úgy döntöttem, hogy erre a két hónapra a mai adásban a törzsnézőim, azok a kedves televíziónézők, akik érdeklődnek a védő energia iránt, azok ezt most megkapták tőlem, és biztosak lehetnek abban, hogy kettő hónapon keresztül, tehát március és áprilisban, április 30-ig nem fognak rontást kapni, nem fognak átkot kapni, tehát semmilyen negatív dolog nem érheti önöket, és túl nagy negatív esemény sem történhet önnel ebben a két hónapban. Ez egy nagyon-nagyon különleges energia volt, és úgy döntöttem, hogy mindenki megkapja tőlem ezt az energiát. Azért ugye, mert néznek engem, folyamatosan itt vannak velem, és most hívás nélkül szeretnék önöknek segíteni. Ezért kapták meg ezt a védő energiát tőlem ebben a mai adásban. A bubuért, a rúna kövekhez, a rúna jósláshoz, bubu egy pici boszorkány, és erről ő talán többet fog tudni majd mondani itt ebbe a mai adásba. Boszorkány, persze, szia! Szia, kedves bubu! Itt na, is gondoltad, itt ülsz majd egyedül, mikor hát, én is itt vagyok. Gondoltam, hogy ide ülsz mellém, éreztem ebbe a mai adásban. Igen. Nos, kedves bubu, akkor beszéljünk egy kicsit. Ha látom, hoztál magaddal nagyon-nagyon sokféle dolgot. Minden van. Miről szeretnél beszélni? Miről szeressek beszélni? Beszéljünk a kövekről. Tudod, engem ezek a kövek mindig is izgattak. Jaj, nagyon izgatnak téged. Igen, tehát akkor mutasd be, légy szívesen az acskóba lévő köveidet. Egy pillanat, mindent rakok. Sőt, több, a képzeletbeli szárnyainkat terjesszük ki. Egy kicsit próbáljunk meg elvonatkoztatni a földi valóságtól. Egy kicsit próbáljunk meg szárnyalni gondolatban. Látom, egyre közelebb kerülsz. Ez nagyon olyan jó távol lesz. Távol voltál tőlem, hogy egy picit közelebb húzottam hozzád. Egészen addig, hozzád. Amíg az ölembe nem üszödik, semmi probléma nincs.
Kedves nézők, én azt gondolom, hogy éppen akár angyal. Hát mi ez, kedves Bubu? Ó, hát ez egy nagy titok, ez egy nagyon nagy titok. Azért elmondod nekem. Ezt hívják Witchboardnak, ami Witchboard az mondjuk ilyen boszorkánytábla, de szerintem ez nem boszorkánytábla, ez én sem vagyok boszorkány, hanem inkább egy kicsi angyal, tehát már kinőttek a szárnyaim, nem kell kérem nevetni. Arra használom, hogy amikor az ingával megnézem, hogy éppenséggel mi is az, amit fog válaszolni nekem, akkor a válasz az lehet egy igen, egy nem, vagy hogy figyelj a szerencsédre, figyelj a csodára, tehát mindenképpen figyelmeztet egy-egy apró mozzanatra, hogy mi az, ami az életedben jelenleg jelen van. Amikor... Ingázol nekem egyet? Mutassuk be, hogy hogy is működik ez. Tehát valóban egy icike-picike. Egy nagyon picit, tehát hogy lássák a kedves nézők, hogy tényleg miről szól ez. Nézzük csak. Nézzük csak. Én azt mondom, hogy a lehetőségekre figyelmeztet, tehát hogy a lehetőségeket ne hagyd magad mellett elmenni. Nagyon komoly lehetőségek vannak a te jövődben, és erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. És nézzük még. Hát nagy valószínűséggel az érzelmek és a szerelem is meg fog találni. Na, csak. Gratulálj előre. Köszönöm szépen, kedves Bubu. Gratuláljak. Nem lehet azt tudni, hogy mikor jön az ember útjába a szerelem. Mindenki azt hiszi, hogy majd a szerelem előtte üzen, vagy csenget, vagy valamit csinál. Hát a villamos az, ami csenget egy picit, és van egy kedvenc szokásom, amit ezzel kapcsolatban megszoktam minden évben többször tenni. Tehát én, mint bakjegyű, egy született gyűjtögető vagyok. Mindenféle tücsköt, bogarat, régi vacakot én nagyon szeretek megőrizni. Ha éppenséggel tehetném, akkor ugyanabban a pár kedvenc ruhámba, ha beléjük férnék, járnék, ami még tini koromban volt a kedvencem, és némelyiket magam vartam, mert ez ugye szinte lehetetlen. És ennek okán egyszer elhatároztam, hogy hatalmas nagy takarítást rendezek, és minden vacakot, amikkel kiszorok a fenében, nagy zsákokba bele szoktam gyömöszölni, sokszor megsiratom a cipőimet, amit beleteszek abba a zsákba, de egyszerűen tudom, hogy valakinek valahol sokkal nagyobb szüksége lesz rá, mint nekem, és azokat a régi vackokat igenis ki kell dobni, és úgy, hogy helyet adunk az újnak. Hogyan tudna bármi bejönni az életedbe, persze, ha nem szabadulsz meg? Dolgok, amely ugye, ami visszahúzza őt az életébe. Most én jövök. Gyere, Bubu! És tényleg, tehát ezzel a rontással kapcsolatban, ahogy Bubu is elmondtam, tehát a rontás általában az esetek nagy részében, tehát ártó szándékú személyektől származik. Olyan elmegy például egy boszorkányhoz, én nem a Bubura mutattam a szót, nem tehát Bubu nem angyalka, mint ahogy tudjuk. Én ilyet tehát soha. Elmegy valaki egy boszorkányhoz, és kéri tudatosan, hogy küldjön valakire rontást, tegyük tönkre az életét csak azért is, de az esetek nagy részében akaratlanul, tudattalanul történik a rontásnak a küldése. Méghozzá úgy, hogy elég, hogyha valaki a másik emberre nagyon-nagyon sokat gondol negatívan, nagyon sokat irigykedik rá, és itt a sok negatív gondolatokból előbb-utóbb egy nagy negatív energiacsomag lesz, amit nevezhetünk rontásnak. Igen, ám, de az a gonosz energiacsomag, amit ugye küldözgetnek az emberek, az előbb-utóbb visszatalál a gazdájához, és akkor jön a nemulas, tehát ezzel nem jó játszani, még boszorkány által sem érdemes felrakatni ilyen dolgokat, mert bizony erre csúnyán rá lehet fázni. És ha valakinek visszamegy, hát az vessen magára. Én magam nem szoktam rontáslevétellel és rontásoldással foglalkozni, ezt meghagyom Zoltánnak, ez az ő területe. Én a jóslást, a kínai sorselemzést, a tündérringázást és bizonyos energiákkal való gyógyítást, tehát ezek az angyali energiák, ezek úgy tűnnek, mintha most... Jó-jó angyalok, persze, de nem látjuk őket, de az áramot se látjuk a vezetékben, mégis kifizetjük a villanyszámlát, na ugye?